Szeptember 21-én és 22-én 5. alkalommal került megrendezésre a Rákoskerti Művelődési Házban a Kertünk Kincsei című gyermekprogram. Az eseményen közreműködtek a Rákoskerti és a Rákosligeti Kertbarátkörök tagjai is. A gyermekek különböző játékos feladatokban vehettek részt, melyek szorosan kapcsolódtak az őszi terményekhez, elsősorban a gyümölcsökhöz és a zöldségekhez. A rendezvényen kihirdetésre került Ősz a kertben című verseny eredménye is, illetve elismerésben részesültek a kertbarátkörök tagjai. A programot Fósz Tivadar alpolgármester és Hatmani Zoltán önkormányzati képviselő támogatta. Mi lesz a frissebb szőlőből? Helyes szőlőlélek! A Rákoskerti Művelődési Házban immár 5. alkalommal került megrendezésre szeptember 21 és 22-én a Kertünk Kincsei című gyermekprogram. Ezt megelőzően korábban a Csekovszki Árpád Művelődési Házban a Kertünk Termései című rendezvényen is közreműködtek a kertbarátkörök, ahol egy terménybemutatót láthattak a megjelentek. A jelenlegi eseményen az óvodás csoportok most többek között a nyers gyümölcsökről és zöldségekről tanulhattak, valamint arról, hogy hogyan ültessék el a gumós növényeket. Interaktív foglalkozás keretében a gyerekek különféle olajokat készíthettek, komposztálhattak, színezhettek. Emellett az ízek is szerephez jutottak. Lehetőség volt mustot, befőtteket és 20 féle lekvárt is kóstolni. Itt szándékosan a gyerekeket céloztuk meg. Szeretnénk nekik bemutatni, megszerettetni a földet, a növényeket, a virágokat és a természetet. Nagyon nehéz ezt átplantálni, mert kevés gyerek van olyan, akinek kertje is van. És ott a szülők, azok ugyan ránevelik, de mi magunk csak azokkal tudunk, és akkor foglalkozni, amikor itt ez a rendezvény van. Az eseményen Hatvani Zoltán, Rákoskerti önkormányzati képviselő mondott köszöntő beszédet. Kiemelte, hogy azért kedveli ezt a rendezvényt, mert csak ebben a kerületben van ilyen jellegű program. Az előző évekhez hasonlóan Ősz a kertben címmel versenyt is hirdetett a Rákoskerti Művelődési Ház, melyre több mint 200 pályamunka érkezett be. Két kategóriát határoztak meg, rajz, illetve terményképeket készíthettek el a kreatív óvodások. A gyerkőcök az óvodákban mindenféle rajzokkal készültek már hónapok óta. Én az előbb a zsűrizésben egy picit részt vettem, és háromdimenziós képeket láttam, tehát nagyon szép munkák vannak, majd az átadón biztos látjuk, tehát díjazást kapnak, díjazva lesznek a legjobb képek. Az elkészült művek zsűrizésében Kozma Tünde óvodapedagógus és Schubert Katalin, az Asher Oszkár Színház tagja működött közre. A gyerekek mellett a kertbarátkörök tagja is elismerésben részesültek. A Kertünk Kincsei rendezvényről bővebb összefoglalót az október 2-ai Zöld közelben című műsorban láthatnak majd.